kertvárosiak mondják meg, mi hova épüljön, korszerűsödjön. Kérdőívet kapnak a városrész lakói. 12 millió forint értékű ultrahangkészülékkel gazdagodott a PTE. Győztes edzőmeccsel ért véget a felkészülés. A Szászvár ellen küzd a PMFC. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják. Február 22-én hétfőn tartsanak velünk. Indul a kertváros konzultáció. Mostantól a városrészben élők mondhatják meg, mi hol épüljön, korszerűsödjön kertvárosban. Beleszólhatnak abba például, hol épüljön rendelőintézet, játszótér, vagy melyik oktatási intézményt kelljen fejleszteni. Ezért egy kérdőívet kapnak, amelyet kitöltve kell visszaküldeniük a polgármesteri hivatalba. A most induló kertváros konzultáció részleteiről Páva Zsolt polgármester elmondta, 2016-tól jelentős fejlesztések történnek a városban. Ebbe kertváros a legsűrűbb lakott városrész is beletartozik. A legszerencsésebb megoldás, ha a kérdőívek segítségével informálódnak a lakókat érintő problémákról, hogy az igazán fontos kérdésekben ők dönthessenek. Kertváros ugye többször szóba került a elmúlt években, mint a M60-as autópálya, ugye, rávezető szakaszának egyik sajátos áldozata, hiszen ugye a nagyforgalmú tehergépjármű forgalom rajtuk keresztül ment, vagy olvashatunk a Varjakról, vagy a DMS iskolákról, tehát több olyan dolog volt, ami a városrészt érintette, és ebből kiindulva most, hogy több forrásból tudunk ráfordításokat megtenni a városrész jobbítás érdekében. Ezért gondoltuk, hogy akkor ezeket az ügyeket most egy kérdői formában feltennénk. 9 kérdés, 9 olyan témát említünk ebben a kérdőben, hogy konkrétan érinti az ott lévőket. Csizi Péter Pécs és a városrész országgyűlési képviselője elmondta, hogy többek között kormányablak nyílt nemrég kertvárosban, és iskolát is újítottak fel. A mostani konzultáción az is kérdés, hol legyen a kertvárosi rendelőintézet. Most egy fejlesztések előtti időszakban vagyunk, ami azt jelenti, hogy vagy Európai Uniós forrásból, vagy kormányzati forrásból, vagy saját megtakarításainknak köszönhetően különböző területeken tudunk olyan eredményeket elérni, amikre egyébként már egy vagy kettő évtizede várnak az ott lakók. Ilyen például sok más mellett a kertvárosi rendelőintézetnek a kérdésköre, hiszen vitathatatlan, hogy a kertvárosiak nagyon régóta kérték azt az éppen aktuális városvezetéstől, hogy egy vélvételre, egyéb szakrendelésekre, vagy mondjuk egy ultrahangra ne kelljen mindenáron másik városrészekbe elzarándokolniuk. Csizi Péter hozzátette, az is fontos kérdés, hol legyen a központi játszótér, milyen közlekedési formának a fejlesztését javasolják az emberek. Lényeges szempont a nagyobb biztonsági érzet megteremtése is, és az sem elhanyagolandó, melyik iskola felújítását javasolják a kertvárosiak. A kérdőíveket jövő héten valamennyi kertvárosi postaládájában megtalálja. Azokat kitöltve térítésmentesen vissza lehet küldeni. Emellett a kérdőíveket online is ki lehet majd tölteni a kertvároskonzultáció.pécs.hu internetes oldalon. A válaszadási határidő 2016. március 31. Vádat emeltek a napokban egy ötfős banda ellen. Több személyre is rátámadtak egy pécsi szórakozóhely előtt a fiatalok. Az ügyészség információi szerint a vádlottak közül 3 fiatalkorúak voltak, több egységben is jártak, ahol jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztottak. Egyikük egy bottal támadt rá egy járókelőre, akit aztán a vádlottak rugdostak és ököllel ütöttek. Később előkerült egy kés is, amit többször is a sértett hátába szúrt a támadó, majd egy segítséget nyújtó másik szemét hasba szúrt. A kiszabott büntetés 15 évig terjedő szabadságvesztés is lehet emberölési kísérlet miatt. Március 31-e és április 6-a között rendezi meg első nyári egyetemét a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, amelyre 6 különböző országból érkeznek előadók és hallgatók. A nyári egyetem előadásain a szegénység és az egészség közötti kapcsolatot vizsgálják, majd szociáletikai szempontból. A rendezvényre a külföldi hallgatók mellett a szervezők szeretettel várják a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola és a Pécsi Tudományegyetem hallgatóit is, akik a Pécsi Egyházmegye, valamint a Hans Siedel Alapítvány támogatásának köszönhetően térítésmentesen vehetnek részt a programon. A maximális létszám Pécs részről
10 fő. A részvételhez legalább középfokú szintű német vagy angol nyelvtudás szükséges. Ünnepies keretek között adták át hétfőn a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karán azt az ultrahangszkennert, amely a mobil diagnosztikai eszközök legújabb generációját képviseli. A készülék fontos szerepet fog játszani mind a betegellátásban, mind az orvosképzésben. A 12 millió forint értékű diagnosztikai eszközt a Sonarmed Kft. Térítésmentesen adta át a Pécsi Tudományegyetem radiológiai klinikájának. A nagyvonalú gesztus a PTE és a Samsung Electronics Magyar Zrt. Közötti stratégiai együttműködés része. Modern műszerek nélkül ma már lehetetlen a magas színvonalú betegellátás, mondta Decsi Tamás, a PTE klinikai központjának igazgatója. A főigazgató hozzátette, hogy saját erőből is rengeteget tesznek ennek megteremtéséért és fenntartásáért, hiszen csak 2015-ben 2 milliárd forint jutott erre a célra pályázati forrásból, ám nagyon fontosak az olyan gesztusok is, mint amikor egy gyártó térítésmentesen ajánl fel magas színvonalú eszközöket erre a célra. Látszik és érződik, de azért azt tudni kell, hogy olyan ugrásszerű a műszeres háttér fejlődése, fejlesztése az orvostudományban, hogy mindig csak kapaszkodunk, meg próbáljuk utolérni magunkat, óriási lehetőségekhez jutottunk, és remélhetőleg jutunk is, hiszen azért van egy 24 milliárdos fejlesztési lehetőségünk. Én azt gondolom, hogy nincs olyan állapot, amikor hátradőlhetünk, de vannak olyan boldog pillanatok, mint a mai, amikor tudunk örülni egy ilyen abszolút világszínvonalú korszerű készüléknek. Zlatko Prica, horvát festőművész Pécset született, 100 éves lenne, ha élne. Ebből az alkalomból mai vendégünk Hári József, a Zlatko Prica és a Veszna Prica Alapítvány magyarországi társelnöke. Szeretettel köszöntöm. Szép esét kívánok. Az emlékév alkalmából úgy tudom összeállt már a program, mi mindenről lehet majd hallani. A programot azt most már lassan 2 éve állítjuk össze a horvátországi barátainkkal és az alapítvány munkacsoportjával. Itt Pécsen is van egy munkacsoportunk, és már tavaly elkezdtük ennek az idei évnek a szervezését természetesen. Hát először pénzügyileg kellett előkészíteni a lehetőségeinket, mert azért egy horvátországi rendezvénysorozat és egy magyarországi rendezvénysorozat az nem kevés pénzbe kerül. Úgyhogy alapítványi pályázatokon és egyéb más források megszerzése után tudtuk létrehozni mind Horvátországban, mind Magyarországon azt a program sorozatot, ami idén méltóképpen ünnepli majd a Maestro születésének 100. évfordulóját. Mikor indul pontosan a program? A program, az gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem mi már elindítottuk ezt itt Pécsett. Tehát nem volt ennek ilyen központi nyitó napja. Mi elindítottuk azzal, hogy múlt pénteken megkérdettük a pécsi gyermekrajzpályázatunkat. Horvátországban lesz egyébként első nagy rendezvény, amikor is a művészorod bemutató nagy monográfia bemutatása lesz majd. Ez egy 500 oldalas könyv, ami 3 nyelven íródik, magyar, horvát, illetve angol nyelven, és olasz, illetve német nyelven lesz egy kis rezümője. Gyakorlatilagban magyarországi szerzők, horvátországi szerzők bemutatják a művészurat, és igyekeztünk felkutatni minden festményt a világban, amit ő alkotott, hogy több ezer festményről, grafikáról beszélhetünk, és hát ezeknek a fotói kerülnének még be a könyv, úgyhogy bizony benne nagyon szép monográfia lesz majd, és ez a születések környékén, június 26-a környékén lesz majd ennek a műnek bemutatása a Szamoborban, illetve ugyanezen a napon, vagy azokban a napokban Horvátországban, Zágrába, de a Klovicevi dvoriba, ez a legnagyobb zágrábi kiállítóterem, ott lesz majd az életmű kiállítás. Úgyhogy ezek azok a programok, amik így elindítják majd, és tehát lesz majd természetesen Horvátországban, és több helyszínen kiállítás Riekában, Eszéken, Lentár városában is, ami ugye a művész úrnak a kis menedék helye volt, mert nyaranta oda menekült le Szamoborból, vagy ment le Szamoborból, és ott alkotott, ez a tengerpart mellett van az Isztrián, Pula városától 15-20 kilométerre, úgyhogy ott is lesz majd egy ilyen kiállításunk, de Pécsett számos más programunk lesz. Mi 3 nagy projekttel készültünk, lesz ez a kis gyermekrajzpályázatunk, és itt szeretném felhívni minden általános iskolás felső tagozatos gyermeknek és őket tanító rajzpedagógusnak, tanárnak a figyelmét, hogy érdemes a tengerről álmodni, ugyanis ez a rajzpályázatunknak a címe. Tehát tengerről álmodtam ma éjjel címmel. Április 8-áig bármilyen stílusban, bármilyen eszközzel
gyermekrajzpályázatot hirdetnénk meg, tehát festmény, rajz, grafika, zsírkréta, bármi jöhet. Akik ezeket a kis műveiket elkészítik, szeretnénk, hogy április 8-áig eljutatnánk hozzánk a Horváth Klubba, Eszély Tamás utca 3-ba ezeket a rajzokat. Ezekből lesz majd egy kiállításunk, és a legsikeresebb alkotókat szeretnénk megjutalmazni egy egyhetes horvátországi alkotótábori lentartózkodással, teljes ellátással, rajztanárral, segítséggel is ott rajzolhatnak majd. Ez a mi kis nyitóprogramunk. Nyáron a Városházán a Pécsnek adományozott festményekből elkészítenénk az állandó kiállítást. Azért a Városházán, mert a Horváth Színház még nem készült el. És amíg a Horváth Színház elkészül, és ott a falak kiszáradnak, és alkalmas lesz kiállításra, addig a Városháza egyik emeletén lenne az állandó kiállítás azoknak a festményeknek, amelyeket a festőművész úr Pécsnek adományozott. Majd, ha elkészül a Horváth Színház, és az aula alkalmas lesz arra, hogy ott kiállítsunk, akkor oda áttelepítenénk ezeket a festményeket, és ott lenne azokból a festményekből kiállítás, amelyeket a művész úr Pécsnek adományozott. Hány festményt adományozott? 90 fölött van. Ez nem mind festmény, itt van a grafikák is, tehát a művek száma 90 fölött, 96-94 közötti festményről, illetve műről beszélhetünk. És hát ősszel, novemberben tervezzük a nagy durranást Pécset. 18-án, 19-én lesz egy hosszú hétvége Pricával ez a ennek a kis sorozatnak a záró eseménye pénteken délután a Nádor Galériában megbeszélve az egyetem művészeti karával. Azokból a festményekből tartanánk egy kiállítást, amelyek itt lent az alkotótáborba készültek azóta, amióta létezik ez az alkotótábor. Azokból csinálnánk egy kis kiállítást, és másnap délelőtt Magyarországon is bemutatnánk a monográfiát, a nagy életmű kiállítást megrendeznénk a Pécsi Galériában, és délután pedig egy barátokból, volt barátokból, alkotótársakból, ismerősökből egy baráti kerekasztal beszélgetést tartanánk a festményei között a Pécsi Galériában, és szeretnénk ebbe a beszélgetésbe bevonni a Pécsi Művészeti Kart és az Ágrábi Egyetem Művészeti Karának vezetői diákjait, úgyhogy bízom benne, hogy ez egy színes kis délutáni program lesz, és este pedig egy alapítványi bállal, vacsorával zárnánk az eseménysort, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy komoly terv, komoly projekt, óriási erők feszülnek itt egymásnak, és hát keményen kell dolgozni, hogy ez sikerüljön, de úgy gondolom, hogy méltóképpen tudjuk majd megünnepelni a művész úr 100. születésnapját. Ez rendkívül komplex, ahogy most így hallom. Ebben már nem fér bele semmi változtatás, plusz-minusz bármiféle apró ötlet, ez már teljesen fix, így lezárult? Az az igazság, hogy ezt már sajtótájékoztatóan Horvátországban is bejelentettük, itt Pécset is foglalkoztunk már ezzel. Hogyha esetleg valami kis ötlet még előkerül, azt természetesen meg tudnánk valósítani, de idei évben is a horvát, tehát Magyarországot élő horvátok szervezeteihez is ezzel a programmal tudunk pályázni, az államtitkárság felé is ezzel a programmal tudunk pályázni, a város felé is ezzel a programmal tudunk pályázni, tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok változtatás nem lehet már benne, mert erre megvan egy költségvetésünk, megvan az, hogy mennyi pénzt tudtunk már eddig behozni erre a projektre, illetve hát látjuk azt, hogy még hol vannak esetleg még olyan kis üresedések, ahol még meg kell hajtani, hogy egy picit összeálljon az egész, de ismerve a pécsi munkatársaimat, akik ebbe a projektbe dolgoznak, nagyon-nagyon nagy munka volt eddig is, és lesz is, úgyhogy ez szerintem sikeres lesz. Köszönöm szépen, Hári József, a tájékoztatást! Kedden délben tartják dr. Újvári Jenő temetését a Pécsi Köztemető Központi Ravatalozójában. Újvári Jenő türelemmel viselt hosszú betegség után február 6-án hunyt el otthonában, családja körében. A korábbi pécsi alpolgármestert a Pécsi Köztemetőben a Központi Ravatalozónál helyezik végső nyugalomra. A búcsúztatáson Páva Zsolt polgármester mellett több képviselő is részt vesz. A Pécs-vidéke hegyközség március 22-én gyümölcsoltó boldogasszony napi hagyományos borversenyét a Kalamáris vendéglőben rendezi. Tagjaikon kívül minden bortermelő, kistermelő nevezéseit is várják, aki saját termésű borral rendelkezik. A mintákat leadni március 18-án 12 és 18 óra között, vagy március 21-én 9 és 12 óra között lehet a Kalamáris vendéglőben. A borverseny nevezési feltételei mintánként 2 palack bor leadása, 1000 forint per minta nevezési díj megfizetése, a palackon fel kell tüntetni a bor megnevezését, évjáratát, jellegét, termőhelyét és a termelő nevét. Az eredményhirdetés a Zsolnai Kulturális Negyedben lesz március 29-én 17 órai kezdettel.
A legjobb eredményt elért termelő a pécsi polgármesteri hivatal által felajánlott vándorsellegét nyeri meg, amelyet dr. Páva Zsolt polgármester urad át. Az eredményhirdetést követően a díjnyertes borok kóstolására is lehetőség nyílik. A rendezvény a borkedvelők számára nyilvános. Érdeklődni Bakó Attila hegybírónál és Radó István elnöknél lehet. A héten folytatódik a labdarúgó bajnokság. A jól sikerült főpróba után pedig mindjárt jöhet a Szászvár elleni rangadó. Közel 300-al látták szombaton, ahogy a PMFC 2-0-ra megveri a horvát harmadosztályú Pozsega együttesét. A piros-feketék különösen a második félidőben múlták felül ellenfelüket, a hazai győzelem teljesen megérdemelt volt. A PMFC drukkerek sok szép megmozdulásnak örülhettek, jól játszottak a pécsiek a szezon utolsó edzőmeccsén a horvát Pozsega csapata ellen. Úgy tűnik, hogy akik játékra alkalmasak, azok jó állapotban, önbizalommal telve várhatják az első bajnokit. Igaz, meggyűlik a PMFC baja a sérülésekkel, valószínűleg Takács és Erdős sem léphet majd pályára hétvégén. Nagyon kevesen vagyunk, 15-16-an, ebből 2-3 játékosunk a jövő hétvégén valószínűleg nem fog tudni játszani. A többit mindenki hát gondolkozzon rajta, hogy egy bajnok esélyes csapatnak ez így jó. Természetesen a körülményekkel, meg a továbbra is azt tudom mondani, amit a város és a PSN ZRT ígért, azt teljesíti, tehát feltétel ilyen szempontból nem változott, tehát az rendben van. Valami oknál fogva nem tudtunk igazolni, ez viszont nagyon nagy probléma. A csapat még elvégezheti az utolsó simításokat játék és taktika terén, hiszen szombaton 14 órától újra benépesül a Stadion utca. Ráadásul legnagyobb bajnoki riválisuk a Szászvár ellen játszanak a fiúk egy kiki meccset. Az első fogadja a másodikat, Parás csata várható. Egész jól sikerült a felkészülés, mindegyik meccsen egyre jobban tudtunk fejlődni. Egyre jobb lett a játékunk, és szerintem a mai is remek küszolgált a felkészülésünket. Szerintem kész állunk a bajnoki rajtra, és én már várom. Turi Tamás mérkőzés utáni nyilatkozatából is kiderült, a csapat tagjai is nagyon várják már a hétvégi találkozót. Mint elmondta, szeretnének minél jobban játszani, és megszerezni a 3 pontot. Híradónk végén főbb témáink egy-egy mondatban. Kertvárosiak mondják meg, mi hova épüljön, korszerűsödjön. Kérdőívet kapnak a városrész lakói. 12 millió forint értékű ultrahangkészülékkel gazdagodott a PTE. Győztes edzőmeccsel ért véget a felkészülés. A Szászvár ellen küzd a PMFC. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!